Feri azok hozzájárnak, akkor fölvennénk videóra az előadásokat. És ahhoz kell egy reflektor, amit mindenki tudunk előre, és most szerzésen a Péter, aki te megjött. Na és én arra gondoltam, hogy elmondanám a legfontosabb tudnivalókat most itt 5-10 percben. Elmondanám, hogy mire számítsatok a vasárnap 1 óráig tartó programban, meg azt is, hogy milyen változtatásokat lehetne tenni. Mi is már is javaslunk változtatásokat, de ti is változtathattok. Az idegen ember, már úgy értem idegent, akik nem ismerik egymást, mert azért a gyümölcsészeti találkozón általában olyanok szoktak lenni, akik már korábban is egymással kapcsolatban voltak, ezért mindenképpen azzal kezdenénk, hogy röviden bemutatkozunk majd, miután én befejeztem a mondandómat. Na, a kurujáról csak annyit, hogy biztos látjátok, hogy nem luxus szálloda, ez nagyon fontos tudni, mielőtt még kritizálnátok. Ennyire telik pillanatnyilag az Ormánság Alapítványtól, úgyhogy ezt el kell fogadni, hogy ilyen körülmények között vagyunk itt. Beleértve még a katica bogarakat is, amelyeket egyszerűen lehetetlen kiirtani. Ahogy kezdtük, úgy jöttek elő mindenféle zubból, és nem lehet teljesen kipucolni őket a házból, akármennyire szeretném. Na, a résztvevőkről annyit, hogy ugye mondtam, hogy általában a gyümölcsészeti hálózat tagjai szoktak eljönni, mindig szoktak lenni külsősége kevesen, már akik kevésbé kapcsolódnak a hálózati tevékenységhez, de most szándékosan hívtunk máshonnan is a Permakultúra Egyesülettől, meg az Afinettől embereket. Nem tudom, hogy honnan kijött, de a lényeg az, hogy azért, mert itt már egy együttműködés elkezdődött közöttünk, amit nem is tudom, Eter, ahol vagy Eter, ti kezdtétek szervezni, vagy ki kezdte el? Ez az Eter volt konferencián. Igen, már volt két konferencia, vagy három? Kettő konferencia, lesz egy harmadik is, jövő év elején. És tulajdonképpen abba ékelődik be, amik is találkozunk. Itt is olyan dolgokat szeretném megbeszélni, ami mind hármunknak, mind a három irányzatnak, ahogy tetszik, az ügyét szolgálja. A programról ma délelőtt három előadás lenne, az elsőt az ETK-ig tartják többen, most majd ők be is fognak mutatkozni külön az előadás során, a permakultúrára orientálódva. Aztán Honfi Veronika és Borovics Attila az agrárerdészetről fog tartani. Borovics Attila elsősorban inkább azokról a kutatásokról beszélne, amelyeket a NAIC-ban terveznek a klímaváltozással kapcsolatban. És harmadikként én az alkalmazkodó gyümölcsészetről, annak egy vonatkozásáról tartanék egy nem túl hosszú előadást. Utána ebéd következik, ebéd után, aki még nem látta a mi gyümölcsösünket, vagy ahogy én szoktam most mondani, gyümölcsös erdőnket, annak egy kis terepbejárást tervezünk. Aki látta, vagy aki nem akar eljönni, vagy nem szereti ezt az időt, annak itt szabad program van. És utána pedig puskáznunk kell, elfelejtettem a saját programunkat. Ja igen, utána hazajövünk és azonnal beszélgetés lenne, amit a Péter, aki ott áll hátul, aki nem ismeri, Lázár Péter vezet. Megkértem, hogy segítsen, hogy vedekben maradjon a beszélgetés, ne már nem egészen rossz értelemben, de ne kocsmai beszélgetés legyen, ahol szabadon megyünk erre arra, hanem tartsa egy vonalban a beszélgetést. A beszélgetés témája az a három délelőtti előadásból fakadó gondolatok megbeszélése lenne, de ahogy itt beszéltünk reggeli szűkörben, beszéltünk reggel után arról, hogy vasárnap lenne egy olyan program, ami mindannyiunkat nagyon érzékenyen érint, az, hogy elismerik-e azokat a termelő rendszereket, vagy földhasználati egységeket, azt hiszem így mondják, amelyeken mi gazdálkodni szeretnénk, vagy ahogy mi gazdálkodni szeretnénk.
hogy elismerik-e ezt a nyilvántartásban, a földhivatali nyilvántartásban, ami sokféle következménnyel jár, hogyha ezt elismerik. Erről lenne szó vasárnap délelőtt, de hogyha ezt fontosnak tartjátok, már ma is elkezdhetnénk. Pont azért, mert ha erről beszélünk, akkor gyakorlatilag minden szakmai kérdést föl kell hoznunk annak alátámasztására, hogy miért fontos az, hogy ilyen művelési ág is legyen Magyarországon. Mert jelenleg sehová sem tartozik ez a művelési ág. Nem lehet besorolni sehová, nem lehet pályázni pénzre, mondjuk szerintem ez a legkevésbé fontos, de van, akinek ez is nagyon fontos. Sőt, akár büntethetnek bennünket azért, mert nem úgy gazdálkodunk, ahogy a nyilvántartás szerinti művelési árakban elvárják a föld használójától. Úgyhogy erről is beszélhetünk délután, attól függ, de ha bárkinek van olyan fontos megbeszélni valója, amit ilyen körben ne kéne beszélni, azt örülnénk neki, hogyha előhozná, és majd meglátjuk, hogy hogy lesz. Ez hadd legyen a Péter dolga, hogy ezt az egészet majd kellőképpen irányítja. Aztán utána jön a vacsora. Vacsora utára terveztük azt, hogy arról beszéljünk, hogy milyen kutatások, vizsgálatok tudnák elősegíteni ezt a típusú gazdálkodást, legyen az permakultúra, alkalmazkodó gyümölcsészet, agrárerdészet, vagy ezek kombinációja, hiszen ezek óriási átfedésben vannak egymással. És itt megint azt tudom mondani, hogy ezt terveztük, de hogyha kiderül az, hogy inkább más irányba kellene mennünk, akkor másról is beszélhetünk, nem ragaszkodunk ehhez. Pont az a lényeg ezeknek a találkozóknak, hogy nem kell szigorúan tartani magunkat az előzetes programhoz, mert ez csak pár ember találta ki, hogyha itt fontosabbnak tartunk más megbeszélni valót, akkor azt is megbeszélhetjük. És ezzel vége a mai program. Ja nem, bocsánat! Ma estére egy külön programot még betetnénk, Potyondi Ákos, mutasd, hogy te vagy az, aki a Pannonhalmi főapátságtól jött, és ő tájékoztatta. Mondd el inkább, Ákos, te vagy miről beszélnél egy rövid ideig, hogy mit csináltok. Potyondi Ákos vagyok Pannonhalmáról, és minden olyan a dolgom, ami fölött nincsen tető, és ehhez hozzátartozik az a régi apátság birtok struktúra, legalábbis a maradéka, ami most, hogy miért vagyunk itt, az a gyümölcsös apropóján, tehát ezekben rengeteg régi olyan tájfajtát találtunk még meg romjaiban, amit próbálunk behozni az apátságba, és próbáljuk ezeket a napjaink gazdálkodásába beilleszteni, turizmusba beilleszteni, és így tovább. És amennyiben erre érdeklődés van, akkor erről nagyon szívesen tartanék egy rövid beszámolót. Erről csak annyit, hogy ezek a találkozók többek között azért vannak, nem nagyon használjuk ki egyébként ezt a lehetőséget, de azért vannak, hogy ilyen kis tájékoztatókat adjunk egymásnak, hogy tudjuk, hogy ki mivel foglalkozik. Amiből az is következik, hogyha az Ákos mellett más is van, aki szívesen elmondaná röviden, mert sok idő nincsen, röviden azt, hogy mivel foglalkozik, hogy gondolja, hogy érdemes azt a többieknek elmondani, hogy milyen szakmai problémákkal találkozik, vagy milyen innovációi vannak, amelyet jó lenne megosztani, vagy tapasztalatai, vagy bármi ilyen, akkor arra is találnunk kell valamilyen időt, és szerintem ez a ma este lehetne. Akár az eredeti program rovására, mert én ezt fontosabbnak tartom, hogy köztünk legyen ilyen szakmai kapcsolat, tapasztalatátadás és ilyesmi. Ezért nagyon örültem, hogy az Ákos ezt jelezte. És mondom, ha valaki más akar itt rögtönözni, nem kell erre készülni, és ebben mindig mindenkiben benne van ez. Nem akadémiai székfoglalót kell mondani, hanem lazán családos körülmények között ezekről a saját ügyeinkről is beszélhetünk este. Úgyhogy ha valaki ilyet szeretne, van, amit előhozna, akkor az szóljon nekünk, hogy be tudjuk tervezni. Na és akkor ez vasárnapra marad a többi. Vasárnap két dolgot terveztünk, megint ez a művelési ág kérdéséről beszélni, amit a Zaja Péter fogott össze eddig, hogy hová nem jutottunk nagyon előre vele, azt hiszem, mert itt mindenféle időbeli
és egyéb akadályai vannak ennek, de most, hogy így ennyire, ilyen sokan összegyűjtünk különböző helyekről, most igazán fontos lenne, hogy akár ma elkezdve, akár ma nem elkezdve, de holnap erről beszéljünk. És az utolsó időben pedig, utolsó nem is tudom, két órában a aktuális ügyeinket beszélnek meg, többek között azt, hogy hogy tudnánk folytatni az együttműködésünket és a különböző szervezetek és irányok, szakmai irányok között. Aztán ebéddel zárul a találkozó. Van-e kérdésetek, vagy hozzáfűzni valótok? Valás, lehet, hogy nem említettem, csak én nem hallottam. A gyümölcskóstoló az pont. Ja, igen, nem említettem, mert nem néztem bele, az ebéd után nem mondja, azt hiszem. Igen. Cserebelepostoló. Ebédszünet és utána rögtön. Igen. Tehát mielőtt kimegyünk hozzátok a kertbe, igen. Igen. Igen, úgyhogy jó, hogy mondod, úgyhogy aki hozott valami fajtákat, tehát bármit be lehet mutatni, itt az a cél, azt hiszem írtuk is a meghívóban. Ha gyümölcsfajta, akkor azt, ha van valakinek feldolgozott terméke, amit ő csinál, akkor azt, bármit, vagy szaporítóanyagot. Ebéd után érdemes, ha valaki eladát, nem tudom, virgoztatok? Eladásra? Csak keresen. Jó, aki el akar adni oltványokat, bármilyen szaporítóanyagot eladni, ajándékozni, cserélni, azt mind ebéd után lehetne, de egyébként nem csak ebéd után, hiszen lesznek szünetek mindig, akkor mindig lehet ezeket intézni, ma is, holnap is. Én is, ha nem felejtem, mert például hozok egy csomó nácis hagymát, ami megmaradt nekünk, akiknek kell vegyes. Tehát meglepetés, hogy mi lesz belőle, abból lehet vinni. Tehát ha ilyenek vannak, akkor ezt hozzuk elő. De nem szégyen pénzén árulni dolgokat. Tegnap éppen beszéltünk róla, hogy akinek sok munkája van benne, annak nyilván kell valami bevétel azokat után, amik vannak. Számára fölöslegben, tehát eladni is lehet valaminek. Jó, tehát ezért után lesz ez, de a gyümölcs mustra, amit így nevezünk, ugye, az egy külön rész ennek az ebéd utáni résznek, amikor kitesszük az asztalokra a termékeinket, a bemutatni valókat, és akkor röviden el szoktuk mondani, hogy az micsoda. Más? Még az előadók egy része itt van, mert mindenki. Azt szeretném megkérdezni, hogy Veronika, hol vagy? Aztán csak téged érint most a kérdés, hogy zavar-e, ha fölveszik videóra az előadásokat? Igen, nem zavar, de az, hogy le lehet-e közölni, az nem rajta múlik, hanem annak utána kell járni, hogy melyik engedélye lehet csak. Tehát Attila jön, akkor szerintem ezt konkrétan megjön. De fölbenézni nem kell. Akkor azt kérem, aki fölveszi, azután beszéljen a Veronikával, és csak akkor tegye közzé, hogyha azt mondja, hogy mikor lehet. Vagyis ezt téged érint, ugye, meg a Zsoltot, hogyha megjön. Ez nagyon fontos, hogy nehogyan te hibát keressünk el. Na, akkor Péter, kell elég szíves? Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Egy gyorsított bemutatkozást ajánlanék, hogy az idővel takarékos vagyunk. Amúgy nem szeretnénk túlcsörgetni a dolgokat, de egyetlen egy dolog a gyümölcskóstolóhoz, hogy már most gondolkodjuk arra, hogy ott hogy tudjuk betartani az időt, mert tavaly például a másfél óra az 3,5 óráig tartották. Tehát tényleg, hogy ez egy nagyon fontos része ennek a találkozónak. Akár fogyasztó, akár termelő valaki. Ha javasolhatunk, nem lehetne már csinálni? Volt ez egy program, amikor világos van, ezt a vállalat javasolja. Sele. Igen, mert hogy nem is kell a többi programot, akkor igen. És még világos van, hogy ki. Jó, akkor egyszerűen megcseréljük, aminek egyszerűen. Különös tekintettel arra, hogy sokan vagyunk olyanok, akik nem ismerik egymást, egy ilyen gyorsított bemutatkozást ajánlanék, hogy megkönnyítse a beszélgetést a szünetekben. Én annyit kérnék, hogy mindenki mondja el a nevét, honnan jött, és hogy milyen gyümölcsészeti vonatkozása, amit hogy kapcsolódik a témához. Tehát ilyen formára gondoltam, hogy Micimackó vagyok a Szászfoldas Pagonyból. Ökológiai termesztésből származó mész fogyasztással foglalkozom.
és abban szeretnék segítséget kapni, vagy azért, mert nem szeretném, ha a pagolyt átminősítenék szántóvá, vagy erdővé, vagy bármire. Szóval, hogy körülbelül ennyi időben, hogyha kaphatnék erre segítséget. Hát, hol kezdünk? Akárhol kezdünk. Jó, ez jó, ez jó lesz így, ez az egymás nem mutatott. Utána is ennek a vége. Jó, rendben. Jó, köszönöm szépen, és akkor még amíg gondolkodtok, hogy mi legyen a mondat a filmfelvételekkel kapcsolatban. Van-e valakinek kifogása, nem előadók közül, hogy filmfelvétel készüljön, és később ez felkerüljön egy olyan honlapra, ami lehet, hogy egy jó tere lesz annak, hogy a gyümölcsészeti anyagokat megosztjuk erről, majd később remélem tud beszélni a Zsolt, hogyha megjött. Tehát szeretnénk most viszonylag sok felvételt készíteni, és ami használható és mások számára érdekes, azt közzétenni elérhető formában. Jó, köszönöm szépen. Aztán egy adott a kérdés, mert a Zsolt mondta, és így is szokásuk tudom, hogy semmit nem tesz föl, anélkül, hogy ne látná az, aki mondta előtte. De ez egyébként nem csak az előadásokra, hanem bármire vonatkozik, hogy ezt nagyon sokszor nem kérdezik meg, hogy akkor ha nincs kifogásatok ellen, mert lehet, hogy a beszélgetésekből is lesznek olyan izgalmas részek, amik másokat érdekelhet, aki szeretett volna itt lenni, de nem tudott eljönni a időből a távolságjön. Köszönöm szépen, akkor kezdjük a sort. Hát én egy kicsit lehangolom nyilatkozattal kezdem, nem a nevem miatt. Hófi Jenő vagyok, és semmi közül a gyümölcsészethez. Mondjuk annyi, hogy az egyik előadó, Veronika az én lányom, és egy picit kapcsolódom az egyik témátokhoz, ugyanis én földmérő vagyok, de nem a nyilvántartási dolgokkal foglalkozom, hanem a műszaki dolgokkal. Úgyhogy talán nem foglalkozom. Köszönöm szépen! Vissza is kérdeznék, mivel én itt külsős vagyok, ha úgy tetszik, vagy először ilyen helyen, téged hogy szólíthatunk ki vagy? Péter ennyi? Én Lázár Péter vagyok. Azért nincs névjegykártyám, mert nem tudom, mit írjak le. Egyébként drámatanár vagyok, eltévedt biológus, és 10 éve dolgozom ebben a körben. Főleg a szervezést segítem meg, hogy próbálok embereket összehozni, meg olyan témákat, amiknek látszólag semmi közük egymáshoz, de aztán kiderül, hogy mégis. Köszönöm. Köszönöm. Én vagyok, és szinte ugyanazt mondhatom, hogy nem vagyok gyakorló gyümölcsész, hanem szimpatizó. És a feleségemmel együtt Edittel jöttünk, azért, mert erről szeretnénk többet tudni. Köszönöm. Én Krasznai Beatrix vagyok, a párommal jöttem. Mi Permakultúra Egyesületek új tagjai vagyunk, még egy éve körülbelül. Vidékre tervezünk mi is kiköltözni. Igazából röviden. Üdvözlök mindenkit, én Péter Tibor vagyok. A Permakultúra Egyesület találkozójának az agroerdészetbe is belecsöppentem. Így Viki Andreával beszélgettem, beléptem az agroerdészeti hálóba is. Ugye az alkalmazkodó gyümölcsészettel Zaja Péter kapcsán ismerkedtem meg, és ugye tervezünk Tahibban, illetve más helyeket is nézünk, valamilyen kis önműködő permakultúrás szemléletű kertet létrehozni, és ez így van. Köszönöm. Édesanyám Szinyag Róber, Szinyag András vagyok, Budapestről jöttünk, és a birtokaink pedig a lenti környékén találhatóak. Szarvasmartartás mellett erdészet és hagyományos gyümölcsösökkel is foglalkozunk. Kovács Vernalka vagyok, hosszú műtétben a párommal. Hát több emberrel több oldalon találkoztunk már, Tamás területen indított meg erre felére, mint nem nagyon tetszett a gyümölcsészete, és azóta és
vagy mi is próbáltuk hasonló dolgokat csinálni, akár a mezőgazdaság, tehát kertünk van egy kisebb kert, kis kerti szinten, aztán van még, tavaly oda még mindig van egy külterület, amivel igazából nagyon nehezen tudunk mindenféle szempontból mit kezdeni. Szóval egy ilyen sikerült mondani, az akkor lesz egy belterületen lévő gyümölcsészetünk, gyümölcsös, én tudtunk vásárolni, vegyes, igen, vegyes, és ez nagyon tetszett, hogy találtunk egy ilyet. Ilyen fél hektáros terület, és ennek a kitisztítása jön most, még nincs a nevünkben, a folyamata, és majd ezt szeretnénk egy kicsit fölújítani, ez egy öreg gyümölcsös, tehát a gyümölcsfák vannak benne, és elég erősen sok minden van benne, ezt szeretnénk majd átlátni. És hát minden ilyen téma érdekel, és azért is, hogy hát itt is valamunk valami változást, vagy hogy egyáltalán tényleg ezekben a jogi dolgokban van-e valami előrelépés már ezzel. Köszönöm szépen! László vagyok, hát a párolámról talán, hogy mert én kezdjük is, hogy abból csak ennyit hangzik. Csikvár Judit, a férjemben is fiam, ha jöttünk, csak a szállásra maradtak, még oda nem lép bebútolni. És mi a pápai bakonyalján gazdálkodunk, egy zárt kertben, ahol öreg gyümölcsfák vannak, és mi is ezeket szeretnénk megmenteni, és visszaszaporítani, és gyümölcs termesztéssel foglalkozni a területen. A 100 domokoson keresztül kerültünk ide, és ő csinált nekünk ott egy faiskolát egyébként, és az a titkos hátsó szándékunk is van, azért miért nem umlisztunk ideig, azon kívül minden meghallgassuk, hogy hát ha sikerülne toboroznunk közvetlenül bárhogyan embereket, mert rengeteg fa, mert öreg fa, ápolás, metszés, oltószer, veszőszedés, oltás, ha lenne a faiskolában nagyon sok, és mi csak a pénzlapátoljuk ebben még egészen idáig, úgyhogy sajnos ezeket még nem tanultuk meg. Szakértő emberek, ha szükség. Köszönöm szépen. Szervusztok, Hajnal Kára vagyok, és sok számon kerültem ide. Annak idején Tamásra az Ormánság Alapítványba, egy kínlomos állapotban kezdődött a egyik szál, úgyhogy jó érzés itt újra itt lenni. A másik szál egyetemi oktatóként a fenntartható fejlődés holisztikus, komplex elméleti modelljét dolgoztam ki és tanítottam. Kurzusokra bontva, amiben bent volt a rurális térségek is, illetve a permakultúra elméleti alapjait is szintén tanítottam, készült nálam diplomamunka is ebben a témából. Viszont 2005 óta adtam az egyetemet, és közelben lakunk Csertőn egy faluba, van rengeteg gyümölcsfánk, de nem hagyományos gyümölcsfák, inkább a zöldségtermesztésre figyelünk, abból már másfél éve teljesen önállátók vagyunk, de minden vonatkozásban. Igyekszünk ezt a fenntarthatóságot megvalósítani a párommal együtt. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen ezt a Károlyt elmondtam. Talán úgy tennék hozzá, hogy a sok hektáros birtokhoz képest egy nagyobb gazdálkodást folytatunk. Ezen a közel 4 hektáros területen van durván 60 gyümölcsfánk, ami egy jelentős része elöregedett. És a kertészetünk első nekiindulásból önállátással rendezkedett, azzal a célra, hogy folyamatosan alakítjuk a permakultúrát gazdasággal, a tradicionális háztai gazdaságokat. Köszönöm. Üdvözlök mindenkit! Pelle László vagyok, én Tolna megy elektrés sarkába felsőnyékre jöttünk, és egy faiskolám van, az mellett vízfa, rögzöletek, de van mellett egy gyümölcs. Inkább az a forgalmazása van nekünk, de elkezdtünk szaporítani is gyümölcsfánkat, és hát minden évben megmarad elég sok. Ez van egy 2,5 hektáros terület, amit igazából szeretnék betelepíteni különböző gyümölcsfánkkal, és hát ami megmaradt végül is azokkal kezdtem, vagy kezdenénk el, de olyanok inkább most már, amik esetleg vagy kihaló félben vannak, én is szedtem össze elég ilyen fajtát, amit régi szőlőkből, piros bélikből tudtam, mert már több száz éves barackfából, amiben volt a elvezetott szőlőkbe, erdőbe sárga barack volt, és azokat szaporítani, elkezdtünk mi is csinálni, a szaporítását. Persze ez nem a hivatalos része, tehát ez inkább az átmentése, hogy megmaradjanak azok a fák, hogy nem a permetezés nélkül is, hogy megmaradnak. Tehát nem is minden évre terem, de azért
feleségem mellett egyébként. Én Belen Diana vagyok. Köszönöm szépen. A ti körülbelül már bocsánat. Úgy azt hittem, megúszom. Kovász Kavira vagyok, szexelt értem, és aztán is helyettem doktorandus hallgatójaként vagyok. Hát sziasztok, Kovász Attila vagyok, Tolna megyé, Nagyszékely, Palukból, az Áldott megyé családi életmód kísérlet képviseletében. Hát jó pár éve vagyok én is már a gyümölcsészet mozgalom, aktív és különböző tagja szinte. Annak idején a permakultúrával együtt ismerkedtem meg ezzel, és nagyon szimpatikus volt. Tehát agrármérnök vagyok alapvetően, de hát én annak is ezt a organikus irányát igyekszem alkalmazni. És ami specialitásunk, ami Génbankban dolgoztunk pár évet párommal, és onnan egy ilyen tájfajta, zöldség, főleg zöldségtájfajta megőrzés és használata foglalkozunk, és ez is aktív része a gazdaságunknak. Ez mellett pár éve a biodinamikus gazdálkodásra is ismerkedünk, és már most már lassan alkalmazunk is, úgyhogy körülbelül. Sziasztok, én Réger Tihár vagyok, Baranyal megyéből gyümölcsé nyelvű kisfalu. Mi ide költöztünk ki lassan 4 éve a családdal, és itt örököltünk egy öreg gyümölcsöst. Hát emellett próbálunk új fákat telepíteni, és a környékbe összegyűjteni a még régi meglévő fajtákat. A faluban találtam egy társat, erre egy öreg bácsit, igen, itt volt pár év, egy pár évig a Gézát, és akkor vele így kettesben így próbálgatjuk még, amit menteni, azt nem, ami mentető, azt menteni. Tölkhávai vagyok, én is nagy székétből vagyok, és mit csinálom, hogy ilyen gyermekkultúrás erdőkért szerű, és annan ismerem egy pár embert itt. Köszönöm, Pőcegi Jomos vagyok, Püsnagai Borsa megvárosról, én a civil életből, akkor van részben ehhez kapcsolódó szakmám is, mint a talajképítés, partfenntartás kérdéseiben. Emellett foglalkoztunk az agrár erdészettel is, már 12-3 évvel ezelőtt, akkor nem tudtuk, hogy így hívják, de főleg emelni szeretnénk a terület, a gazdálkodási területünkön az erdősültségnek az arányát, és azt valami olyan hagyományos módszerrel, ami ahogyan régen is használták a területet, ezért veszünk részt a gyümölcsészeti mozgalomban is. Erre van egy botanikus kert, egy kis növények, ami 280 hektárból cirka 30 hektárból elfog, és ebben egy ilyen génmegőrzési program keretében gyűjtöttük be a környékből, meg szanaszét a hálózaton keresztül a gyümölcsfajtát elég nagy számban, és akkor most már szaporítjuk is ezeket. Az új, amivel pedig szeretnénk foglalkozni, vagy ami most van egy kis rálátás, ez a települések fásítása gyümölcsfákkal, amit talán újra sikerülne feléleszteni. Tehát eléggé kiszorult a díszfák alkalmazása régióhoz. Kutyám Gyerekos vagyok, Palomban már röviden az előbb már elmondtam, hogy nagyon röviden foglalkozunk. Egy kisebb tanyán vagyunk a családommal, és amellett, hogy munkámban is ezzel tudunk foglalkozni, hogy az egykori apátsági gazdálkodási struktúrákból fennmaradt értékeket hogyan lehet modern gazdálkodásba átfordítani, és ebből valamiféle fenntartható módon meg is élni. Emellett a mi magunk élete is a gazdálkodáshoz szól, a szigetközi család vagyunk, és abszolút a mindennapjainkat tölti ki egyfajta ilyen paraszti gazdálkodás, aminek egy nagyon fontos része a gyümölcsészet, de csak egy része. Köszönöm. Zaja Péter vagyok, Visnyeszéplakról, és hát most már jó 20 éve foglalkozom a zselic, délzselic, főleg a délzselicnek a régi tájfajtáit összeállítani. És egy addigi
monokulturális rendszert alakítottam egy szerves, vagy egy összetettebb rendszerrel, és ennek a optimalizálásán dolgozom valójában egyrészt, másrészt meg ugye ezt a gyümölcsliget művelési ágá való bejegyzését, vagy elismertetését vettem így kézbe egy ideje, de hát a Tamás mondta, hogy nagyon sok minden történt, úgyhogy ma próbálunk majd ebbe, ma illetve volna próbálunk ebbe életet lehetni. Sziasztok, Szegedi Anna vagyok, Balatonpolgárból jöttem. Nekünk az idén sikerült egy 10 hektáros területet végülis birtokunkba venni, 5 hektár elő, 5 hektár legelő, ezt szeretnénk átalakítani emberkompatibilissé, de úgy, hogy megőrizzük az élet természeti adottságokat is. A anasztáziás csoport megosztásával sikerült a gyümölcsészekkel kapcsolatba kerülnöm, előtte pedig a permakultúrával és a Bai Bélával. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó alap ahhoz, hogy ne roncsuk el azt, ami már ott kialakult, és ami majd nekünk is hasznunkra fog válni. Takács Ivett vagyok, Harkányból jöttem. Itt van egy 3000 négyzetméteres kis kertem, és úgy gyűjtögetem a fejfajtákat, leoltogatom, és lelkesebbet tudjuk indítani. Köszönöm. Fejvár Sándornak hívnak. Vász Attila neveltjeként kerültem ide elsődlegesen, aztán Rácsiból fertőztek tovább az idén, lelkes kezdőként mindig jelentek. Honfényé Lévai Monika vagyok, Veronika édesanyja. 16. kerületben jelenleg, mint óvónő dolgozom még. Az óvodánk egyébként zöld óvoda és madárbarát kert is egyben. Honfi Veronika vagyok, én majd egy előadást is fogok tartani. Én a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központot képviselem, az Erdészeti Tudományos Intézetben dolgozom, és egyébként a doktorimát pedig a Soproni Egyetemen végzem, éppen folyamatban van. A többit majd lehet megoldásom. Köszönöm. Ikatügy Istvánnak hívnak, Bajáról érkeztem. Gyümölcsészettel 2000-es évek közepén Danis Györgyön keresztül kerültünk kapcsolatba, aki ott szeretett volna egy gyűjteményt létrehozni. El is indult ez a projekt, de egy 2,5 év után úgy döntött az önkormányzat, hogy az ősvadonnak minősíti, és egy kilátóval egybekötött EU-s projektet hozott létre Szabadidőpark címén, ezen a 1,5-2 hektáros területen, úgyhogy jelenleg csak hobbi, tudat nélküli Jánosként és érdeklődőként tanulom és ismerkedem vele. Latos Tamás vagyok, nekem be kellett volna mutatkoznom akkor, amikor elkezdtem beszélni, most utólag pótolom. Én itt lakom Markóczon, a szomszéd faluban, gyümölcsészettel foglalkozom én is 20-25 éve, és hát ami a családomat illeti, törekszünk a maximális önellátásra. Köszönöm szépen. Nem is húznánk akkor.